Felbőg a motor, pörög a fordulatszámláló, csikorognak a kerekek, indulhat a gyorsulási verseny. Vannak társaságok, akiknek ez az igencsak veszélyes és illegális tevékenység jelenti a hétvégi szórakozást. Círják Róbert, újpesti rendőrkapitány helyettes mutatja, hogy gyakran itt az Óceánárok ipari parkút környékén verődnek össze ezek a csoportok. Talán 20-30 autó legalább beszélhetünk, de valamikor ez 50 autóra is fölmehet. Ez mindig a időponttól és a helyszíntől is függ. Kategória szempontjából az autók, ezek általában nem széri autók. Ez a helyszín azért alkalmas a találkozóra, mert éjszakánként itt nincs nagy forgalom. Stábunk is bejárta a szóba jöhető versenypályákat, persze mi mindenhol betartottuk a sebességhatárt. Ritkábban az M0-ás vagy a Megyeri híd irányába indulnak el, de jóval gyakrabban a Megyeri út és a Váci út egészét tekintik versenypályának. Ám a szágoldozásnak időnként sajnos nagyon komoly következményei lehetnek. Az utóbbi 3 hétben 2 súlyos éjszakai baleset is történt a Váci úton. Február közepén egy oszlop állított meg egy őrült tempóban haladó sofőrt, ugyanezen a szakaszon március 4-én is összetörte magát egy autós. Hogy elvegyék az utcákat ralipályaként használók kedvét a gyorsulási versenyektől, a rendőrök rendszeresen ellenőriznek éjszakánként. Mivel a pénzbírság nem rettenti el a sok-sok milliós tuningolt autóval vágtázókat, így más eszközöket is bevetnek a rendőrök. Nem csak a Kressz szabályai szerint, hanem a műszaki adottságaira vonatkozólag az autót át tudjuk nézni. Ha átalakítás van engedély nélküli, akkor azok alapján értelemszerűen el tudjuk venni a forgalmi engedélyt, ki tudjuk vonni a forgalomból, és talán ez a legnagyobb érvágás. Ezek az akciók sikeresek, a szomszédos rendőrkapitányságokkal együtt dolgozva végzik, mert gyakran több kerületen át robognak végig a tuningolt autók. A közlekedésbiztonsági akciók azonban nem csak a szágoldozó autósokra terjednek ki. Fokozott ellenőrzéseket tartunk mind a kerületi kapitányság, illetve Budapest olyan frekventált helyein, ahol a gyalogosok kifejezett veszélynek vannak kitéve. A nagyforgalmú zebrák környékét azért ellenőrzik kiemelten a rendőrök, mert csak idén már több halálos kimenetelű gyalogos gázolás történt a fővárosban.